Tisztelettel köszöntöm az Alfa TV nézőit. Mai műsorunkat az európai parlamenti választásokra hangolva állítottuk össze. Tartalmas időtöltést kívánok! Kezdetét vette az európai parlamenti választási kampány, amelynek megnyitójára múlt héten szombaton került sor Székelyudvarhelyen. Összefoglalónk következik. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek ezen a kampányító ülésen. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, még egyszer. Egy sportcsarnokban vagyunk. Azt hiszem, hogy nem mondtam újat ezzel senkinek. Na most egy sportcsarnokban meglehetősen szokatlan, hogy nincsen ellenfél, vagy netán ellenség. Ugye úgy tudom, hogy a székelyudvarhelyiek itt jelentős kézilabda mérkőzéseket, teremfoci mérkőzéseket izgulnak végig, de mindig van ellenfél. Ez az egykapus játék, ez különösnek tűnik. De egykapus játéke valóban. Ha most megkérdezném önöket, hogy ki az ellenfél, netán az ellenség, de hát maradjunk az ellenfélnél, mindenki rávágná, hogy hát a románok. És ebben sok-sok igazság van, hiszen az elmúlt 25 esztendőben is, de az elmúlt 100 esztendőben is majdnem nekünk a román többséggel kellett szembesülnünk, a román többséggel, vagy legalábbis a román többségi vezetéssel kellett megküzdenünk a jogainkért, és velük vívtunk folyamatosan egy olyan mérkőzést, amellyel kapcsolatosan én azt szoktam mondani, hogy Trianontól errefele folyamatosan veszítettünk. Néha-néha voltak olyan pillanatok, hogy győzni látszott a magyar közösség, de mégsem. És aztán 1989-ben, tehát 25 évvel ezelőtt kaptunk egy esélyt, hogy megint megpróbálkozzunk a győzelemmel. Nem állítom azt, hogy győzelemre állunk, és hogy biztosan győzni fogunk, de az elmúlt 25 esztendő följogosít arra, hogy azt állítsam, hogy valóban ezzel az eséllyel élni tudunk, és készítjük elő a győzelmet, ami nem azt jelenti, hogy nekünk másokat el kellene nyomni, félre kellene taszítani, hanem azt, hogy végre a magunk számára méltó, egyenlő életkörülményeket tudjunk teremteni ebben az országban. Ez a mi legfontosabb mérkőzésünk. Ebben a sportcsarnokban is, szerte Székelyudvarhelyen, Udvarhelyszéken, szerte egész Erdélyben, Romániában, és immár egész Európában. Mégis azt mondom, hogy nem ez az ellenfél a legveszélyesebb, akire én utaltam az imént. Az ellenfél, aki igazán veszélyes, az a közöny. Az ellenfél, amely igazán veszélyes, az a kis hitűség.
Az az igazán veszélyes ellenfél, amely azt mondja, azt sugallja, azt hangsúlyozza, hogy nincsen értelme. Amely újból és újból fölteszi a kérdést, hogy minek elmenni Bukarestbe, nehéz körülmények között politizálni, minek ott netán még el is romlani magyar politikusként, igaz? Amely újból és újból fölteszi a kérdést, hogy minek elmenni Brüsszelbe, egy embernek, kettőnek, háromnak, minek ott lenni Brüsszelbe, Brüsszelben mit tehet az az egy, két, három ember az erdélyi magyarság érdekében. Ez az igazi ellenfél, itt ebben a teremben is, és Erdély szerte is. Ez a kérdés, ez a kis hitűség, ez a hitetlenség, ez a közöny, amely azt sugallja, hogy nekünk nincs esélyünk, és nem tudunk győzni, és amely nem tud visszanézni az elmúlt 25 esztendőre, hogy igenis például Bukarestben hány és hány eredményt tudtunk elérni, hányszor és hányszor tudtunk változtatni a helyzetünkön, és hogy azóta Európában is, hogy 1993-ban elsőként előzmény nélkül történelmi jelentőséggel az Európa Tanáccsal elfogadtattunk egy olyan határozatot, amely Románia fölvételét feltételekhez szabta, és azokhoz a feltételekhez, hogy változzék meg az anyanyelvű oktatás számára fontos törvényes keret, hogy történjék meg a restitúció, hogy a nyelvhasználat kérdésében legyen előrelépés, és így tovább, és így tovább. Nem beszélve arról, hogy azzal a gyenge képviselettel, ugye most utalok arra a bizonyos kérdésre, hogy minek ott lenni, azzal az 5%-kal, azzal a 6%-kal, 7%-kal, amennyien ott lehetünk például Bukarestben, igenis nélkülünk nem történt volna meg Románia NATO fölvétele, ami nekünk is fontos volt, ezelőtt pontosan 10 esztendővel, nélkülünk nem történt volna meg ezelőtt 7 esztendővel, 2007-ben Románia Európai Uniós fölvétele, és arra az 5-6-7%-ra elengedhetetlen szükség volt ahhoz, hogy ez az ország jó irányba menjen. De a jó irányt újból és újból meg kell határozni. Mert ma is mehet rossz irányba ez az ország, annak ellenére, hogy mögöttünk van egy 25 esztendős tapasztalat. És ezért kell, és kellett ott lenni természetesen Bukarestben is, de most Brüsszelről beszélünk, ezért kell ott lenni Brüsszelben. Mi lett volna, hogyha ezelőtt 1000 esztendővel föltették volna azt a bizonyos kérdést, hogy minek keresztényé válni, minek bekerülni Európába, és föl is tették ezt a kérdést. Milyen emberek azok, akik még a nevüket is föladták, ugye valakit Vajknak hívtak, és István lett belőle, és keresztényé vált. Micsoda hatalmas ellenkezést kellett legyűrni ahhoz, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. Micsoda hatalmas ellenkezést, kis hűtűséget és közönyt kellett legyűrni ahhoz, hogy Magyarország, a magyar nemzet, Erdély is, nem most, hanem ezelőtt 1000 esztendővel valóban Európa részévé váljék, és valóban európaivá váljék. De ezt az ellenállást le tudtuk gyűrni. És amikor nem voltunk ott Európában, amikor nem volt befolyásunk, se egy, se kettő, se három embernek, senkinek, Trianonkor, akkor az történt, ami történt. Mert nem mi befolyásoltuk azt a döntést, és bebizonyosodott, hogy amikor nem vagyunk ott, amikor nem tudunk hatással lenni Európa döntéseire, franciákére, britekére, másokére, akkor az történik, ami Trianonkor történt. Lehetett volna másképp is. Nem igaz, hogy nem mehetett volna más irányba a történelem. De ahhoz nekünk ott kellett volna lenni, nekünk magyaroknak. Ahhoz az előtt is, Trianon előtt is, háború előtt is úgy kellett volna politizálni, ahogy nem politizáltak az akkori vezetőink. Ahogy nem tudták Európát a maguk oldalára állítani, ahogy nem tudták Európát meggyőzni. Hát ezért kell nekünk ott lenni Brüsszelben egy, két, három embernek, minél többnek, egyről ne is beszéljünk, kettőre gondolhatunk be, beszéljünk legalább háromról, igaz, vagy még többről, ezért kell ott lenni, mert nélkülünk a döntések ellenünk lesznek, és ellenünkre való döntések születnek nélkülünk. És erre képesek vagyunk. Képesek vagyunk megmozdulni, képesek vagyunk elmenni Brüsszelbe és befolyásolni az Európai Uniót. Nem azt jelenti, hogy azért kell oda menni, mert ott minden jó. Ez nem igaz. Itt szó esett ma Ukrajnáról. Én azt gondolom, ami most történik, az két rossz megoldás. Két rossz megoldás.
És én ezt merem itt kimondani. Hát azt nem lehet elfogadni, hogy egy ország erővel, fegyverrel, erőszakkal változtassa meg a status quo-t, és változtassa meg a határokat. De azt el lehet-e fogadni, hogy az Európai Unió és Brüsszel szinte egy szót sem szól azzal kapcsolatosan, hogy visszavonják az azelőtti nyelvtörvényt Ukrajnában, és hogy nem biztosítanak semmiféle igazán valós védelmet, autonómiát az ott élő nagyszámú kisebbségeknek. Hogy oroszok? Hát oroszok. Ők is ott etnikai problémákkal, nyelvi, döntéshozatali problémákkal küzdködnek, de ott vannak a magyarok, de ott vannak a románok, ott vannak mások. Azért mondom, két rossz megoldásról most beszélünk most. Az erőszakról, ami elfogadhatatlan és visszautasítandó, és a közönyről, a kisebbségi kérdésekkel kapcsolatosan, ami szintén elfogadhatatlan. És azért is ott kell lennünk, hogy ez változzék. És a kisebbségi kezdeményezés, a polgári kezdeményezés azt bizonyítja, hogy változhat. Igaz, hogy első próbálkozásra visszautasították. De az, hogy megszületett, az, hogy az RMDS meg tudta mozdítani azokat az európai kisebbségeket, amelyek úgy, eddig is ugyanazokkal a problémákkal küzdködtek, de nem tudtak összefogni, és pont az RMDS által sikerült, ez azt bizonyítja, hogy lehetséges. És nem csak lehetséges, kötelező. Kötelességünk ezt Európában is, és Brüsszelben is megpróbál. Hölgyeim és uraim, Európa sok nyelvű. Mi itthon az elmúlt 25 évben arra törekedtünk, hogy helyet és jogot teremtsünk anyanyelvünknek, a magyar nyelvnek. Iskolában, óvodában, köztereken és közintézményekben, a helyi önkormányzatokban, a dekoncentrált intézményekben és az igazságszolgáltatásban. Azért dolgoztunk, hogy anyanyelvünket bátran és szabadon használhassuk, és senki ne tekintsen úgy a mi édes anyanyelvünkre, mint amit csak a családi körben és templomban szabad használni. A mai napig érik támadások szabadságunknak ezt a szeletét. Támadják és kifogásolják az anyanyelv használatát, megkérdőjelezik az anyanyelv használatának szabadságát. Nekünk Európában is képviselnünk kell az igazunkat, és el kell hoznunk, meg kell szilárdítanunk Romániában azt az európai értéket, amely az anyanyelv használat egyenrangúságát hirdeti. El kell hoznunk, akár szimbolikusan, de a valóságban is Dél-Tirolt, és el kell hoznunk Katalóniát. Nézzék meg a 93-as RMDS programot! Minden rendben van. 1993-ban fogalmaztuk meg, mikor 94-ben valaki, kormányzó erő, be akarták szüntetni az RMDS-t, ne feledjük el. 93-ban megfogalmaztuk igényeinket az Európa Tanács felé. Nézzék meg azt a memorandumot, azt a 15 pontos memorandumot, nagyon sok minden benne van. És hál' Istennek jó néhány belőle megvalósult. De miért? Azért, mert együtt voltunk, egyezzétek meg, fiatalok, akik most jöttök, nagyon fontos. Azért, mert együtt voltunk, és azért, mert erősek voltunk. Azzal a 6-7%-kal mit vállaltunk? Azt vállaltuk, hogy ott leszünk az önkormányzatainkban, azt vállaltuk, hogy ott leszünk a román parlamentben, azt vállaltuk 96-ban, hogy ott leszünk Románia kormányában, és vállaltuk, és nem hiszem, hogy szégyenkeznünk kellene azért, amit tettünk különböző kormányok idején. És azt vállaltuk, hogy ott leszünk az Európa parlamentben. És sokan nem hitték azt, sok fogadást nyertem volna meg az évek során, mert sokan nem hitték azt, hogy lesz kétnyelvűség, ami az anyanyelv használatot illeti. És lett akkor is, hogyha még egyesek még mindig próbálnak kekeckedni. Akkor is, hogyha még néhány területen megpróbálják, hogy ne ismerjék el a jogunkat, hogy az egészségügyben, hogy az igazságszolgáltatásban használjuk anyanyelvünket. Hát azért vagyunk itt 25 év után, hogy megoldjuk. Sokan nem hitték, hogy felállítjuk a szabadságszobrot, paradot.
és meglepte. Sokan nem hitték a közbirtokossági erdőket, és meglepte. Sokan nem hitték, hogy egy olyan tanügyi törvény sikerül igen kikényszeríteni a román többségtől, hogy 2011-től nem csak, hogy megfogalmazták, hogy minden szinten jogunk van anyanyelven tanulni, hanem van a három egyetem, ahol a törvény szellemében és értelmében meg kellett alakítani a fakultásokat és a magyar tagozatokat. Igen, hogy most az orvosi egyetemnél még mindig egyesek úgy gondolják, hogy meg tudják akadályozni, igen, azért vagyunk itt, hogy megoldjuk, és meg lesz oldva, lesz magyar tagozat a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen. Nagyon szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hogy kerültem egyáltalán ide, nem szoktam egy politikai rendezvényekre járni. Valamelyik. Este az elmúlt hetekben felhívott kedves Kádár úr, hogy nem lennék én is Európai Uniós Parlamenti képviselőjelölt. Tudtam, hát én ezt nem értek. Isten bocsássa meg bűnömet, de hát úgy gondolom, hogy megvan mindenkinek, mindennek a helye, pálya, szíve. Mindenki a maga dolgát tudta, hogy van, végezze a lehetőnek, még rosszul is, de jobb, mint hogyha másik jól végezni. Na és hát ennek ellenére akkor ígértem, hogy én nagyon fontosnak látom ezt a vállalkozást, hogy tényleg minél több magyar ember jusson ki Brüsszelbe, a közös hanggal hallgattassa, és ezért meg is teszek mindent, hogy taszítsam ezt a szeket. Igen, úgy gondolom, hogy a jelöltek, Winkler Gyulát, a többieket ismerek régről, tisztelem őket, jó kezekben lesz a képviseletünk. De hát azért is jöttünk össze, hogy imádkozzunk, hogy sikerüljön, meg hogy a tanisznyájukban egy dolgot tehetnék, akkor én mondták, ugye, hogy hiszek a kimondott szó erejében, a párbeszédben, ezt a hitemet szeretném a tarisznyába belerakni. Mire is gondolok? Ugye 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus hitt a párbeszéd erejében. Eljött közénk, és hogyha megnézzük az ő életét, nem a csodáival váltott meg bennünket, hanem az őszinte tiszta szó. Képes volt szóvá állni mindenki. Ugye Zakeussal, Garadai Ördöngössel, házasságkori asszonynal, folytathatnánk Nikodémussal, mindenkihez volt neki szava. Ezt gondolom, hogy idehaza is politikusainknak nagyon sok párbeszédet kéne folytatni, a szélsőségesekkel is. Sokszor azt látom, hogy annyi acsarkodás, veszekedés van. Jó, 7-8 évvel ezelőtt egy polgármester felhívott Nagy Szalontáról, és azt mondja, Csaba testvér, neked adom a kaszárnyát. Hát mondom, hogy voltam román katona, aki akarja, hogy csinálja neked ebből elé. Ez nem úgy, nem kell katona legyél, hanem vigyél gyerekeket belé. Hát azt sem tetszett nagyon, hogy őszinte legyek, elmentünk, megnéztük. Muszár lapanya volt még a magyar időből, voltak magyar katonák, román, aztán 40-ben, 44-től megint magyar katonák, szóval eléggé kellemetlen hely az. Amúgy szép ilyen ügyes, monarchiabeli épület, járkáltunk a gyerekekkel ott a kaszárnya udvaron, gaz, dudva, minden, néhány tiszt is volt ott, a polgármester, a gyerekek, az egyik gyerek meglátott egy sarokba egy ilyen, ugye tűzoltó, pont, lapázat, ások, azok minden tűntek már, de megmaradt még egy láda a homokkal. És azt mondja a gyerek, hogy papácsik, már van homokhoz, hát nem lesz. A gyerek otthonhoz mi kéne hamarát, de pattuszeg van még, ló, hintó, ilyesmi kell, de a lényeg az már megvan. Na hát, és akkor sétáltak a homok között, csak arra gondoltam, egye meg a fene. Milyen szép lenne a háború fészkéből szeretet otthon csinálni, nem? Olyan szépen írja Izaiás, hogy eljön az az idő, amikor a kardokból nekem vasat csinálnak, láncsába oltókést, és nem fog ember emberre támadni ezen a földön. Milyen szimbolikus értelme van ennek? És
És én ezt szépen leírtam, megfogalmaztam, felraktam a világháborúra, jött, ment a levél, aztán jött egy japán, nem is, ez tényleg csodatos, hogy nagyszerű, ezt támogatom. Egy amerikai bácsi is jött, hogy nem, hát a hét épületből vagy négyet, ötöt, rendben van. És aztán jött egy Bukarestből egy parlamenti képviselőnő, néhány más munkatársával, és aztán mi nem szedem vett az úrusot, és hát mondom, na. Nem tartak tudni. Ezzel mi nem kérek pénzt, nem mondom, ez eszembe se jutott. Jó emberek ezek. És húsvét hajnalán föltámad,
hogy az Erónoszi tanítványok, hogy a többiek újból megszólítsa, igen, járható a szeretet útja. Ez az út, amelyik a jövőbe vezet. Adná az Isten, hogy ez a bízalom, ez a remény meglegyen a ti szívetekben is, és ezt a hitet ott az Unióban is tudják hangoztatni. Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten áldását kérem a munkájukra, és hogyha akarják, arra biztatnám, hogy sikerüljön ez, mondjuk el ennyi atyát. Mai Szempont című műsorunk témája az európai parlamenti választások. Meghívott vendégként Kovács Péter, az LMDSZ főtitkára volt jelen, aki a helyi önkormányzati képviselőkkel együtt vett részt a műsorban. Tisztelettel és természetesen szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket a Gyergyó Alfalvi Szempont című műsorunkban. Mai műsorunk témája kerekasztal beszélgetés az RMDSZ-ről, az RMDSZ tevékenységéről, illetve hát ugye a közelgő európarlamenti választásokkal kapcsolatban vetnénk fel néhány kérdést vendégünknek, Kovács Péternek, az RMDSZ főtitkárának, ezért szeretném hát akkor köszönteni is egyben köreinkben, hogy eljött, megtisztelt minket, ugye Alfalut azzal, hogy kérdéseinkre eljött válaszolni, és örülünk neki, hogy így évente egyszer meglátogatja egyben településünket, és szóba áll egyben a falu képviseleteivel. Hát köszönöm szépen a meghívást először is, valóban most már másodszorra járok itt, de kicsit meg vagyok kijedve itt öt helyi úriemberrel beszélgetni, remélem, hogy jól kihúzzuk a végéig, vagy legalábbis én megúszom a végéig, és egy jót fogunk beszélgetni, biztos vagyok ebben. Rendben. Akkor fel is tenném már az első kérdést a tisztelt főtitkár úrnak. Mégpedig nem azt, hogy mint tudjuk, az RMDSZ életében egy fordulatpont, politikai fordulópont következett be, és tulajdonképpen itt ugye a kormányra lépésről lenne valójában szó, amire oly régóta áhítozunk, vagy amelyről olyan régóta áhítozunk, és valójában azt szeretném megtudni, hogy melyek voltak azok az elgondolások, melyeknek alapján az RMDSZ erre, az RMDSZ vezetősége erre a döntésre jutott? Az igazság az, hogy egy nehéz döntés volt, és sokat rágtuk belső körökben, sokat vitatkoztunk is erről, hogy menni, nem menni a kormányra, de végül is úgy döntöttünk, hogy több szól amellett, hogy igenis kormányra kell lépni, mint az ellen. Gyakorlatilag minden politikai szervezet azért jön létre, hogy a programjába beírt elképzeléseket megvalósítsa, és ehhez viszont eszközök kellenek. Mert nagyon egyszerű beülni mondjuk a parlamentbe, ellenzékbe, ott ülünk, duzzogunk, minden nap kiadunk egy dörgedelmes nyilatkozatot, minden nap kikiáltjuk a területi autonómiát, és nem lesz belőle semmi. Nem is fognak komolyan venni, majd csak legyintenek esetleg, hogy hát igen, ezek most megint nagyokat mondanak. Nézzük meg például a Nagy Románia párt, ugye ő mindig, most hál' Istennek már nincsen ott a parlamentben, de hosszú-hosszú éveken, több mint egy évtizeden keresztül ott volt, és soha semmit nem tudtak elérni, azon kívül, hogy nagyokat mondtak. Na most az RMDSZ nem egy ilyen szervezet. Az RMDSZ nem ennek ismerik, sem a román partnerek, sem a román pártok, sem a román társadalom úgy általában, hanem igenis az a szervezet, akinek olyan jól felkészült politikusai és szakértői vannak, hogyha
eszközöket meg tud ragadni, akkor azzal tud élni. És ez egy ilyen eszköz a kormányzás, ugyanilyen eszköz az önkormányzatokban való hangsúlyos részvétel, a parlamentben való hangsúlyos részvétel, az Európai Parlamentben ilyen ez a részvétel. Tehát nem egy ideológiai alapú döntés volt, nem azt mondtuk, hogy most akkor nem azt néztük, hogy éppen a román kormányban a többséget, vagy a nagyobbik pártok azok jobboldaliak vagy baloldaliak, hanem azt mondtuk, hogy van nekünk egy programunk, ez a programunk a magyar embereknek az igényein alapul, és hogyha ebből meg tudunk valósítani elképzeléseket, akkor igenis kormányra kell menni. És legalább két nagy területet határoztunk meg. Az egyik természetesen, és ez az RMDSZ jellegéből is adódik, a kisebbségi jogoknak a körének a bővítése, a másik pedig a gazdasági fejlődés, Erdélynek a fejlesztése, Erdély infrastruktúrájának a fejlesztése, Gyergyó terület, Alfalu fejlesztése. A polgármesterek, meg az önkormányzatban dolgozók nagyon jól tudják, hogy akkor, amikor egy miniszter ajtaján az első, egy fél kopogásra már nyílik az ajtó, és intéződnek az ügyek, az milyen eset, és amikor az RMDSZ ott van, akkor a magyar polgármestereket egészen másképp kezelik, a helyi, a magyar településeknek az ügyeit egészen másképp kezelik, és amikor az RMDSZ ellenzékben van, akkor polgármesterénk biza minisztériumi folyosókon napokat veszítenek el, előszobáznak, örvendenek, hogyha esetleg egy titkársági munkatárshoz el tudnak jutni. Nem, amikor mi ott vagyunk, miniszterek, államtitkárok, rögtön nyílik az ajtó, rögtön intéződnek az ügyek. Tehát ez volt végül is a döntésünknek a fő oka, hogy próbáljuk bővíteni a kisebbségi jogokat, talán ez a legnehezebb, és azok, akik követik a román hírtévéknek a műsorait az elmúlt hetekben, láthatják, hogy ilyen kisebbség ellenes hisztéria van jelenleg, hogy jaj Istenem, most jön az RMDSZ, jönnek a magyarok, és nem tudom, milyen rosszat akarnak. Igen, itt fog lehetni a legnehezebben áttörést elérni, illetve fejlesztésekben, hogy ne csak Dobrocsát, ne csak Moldovát, ne csak Olténiát, ne csak Bukovinát fejlesztjük Székelyföldet is, igenis hangsúlyosan fejlesztjük Gyergyómedencét, fejlesztjük Alfalut. Ez teljesen egyértelmű, mindig is ez volt nekünk a célunk. Értettem, hát véletlenül ez, azt hiszem, hogy minden logikus gondolkodásnak megfelel ez az érvelés. Azonban van egy olyan része is, hogy a kormányzással mindig felelősségvállalás is jár. Na most a felelősségvállalás ellenében azért gondolom, hogy vannak olyan elvárásai is az RMDSZ-nek a kormányzással szemben, amiket úgy érez, hogy a román többségnek teljesítenie kellene, vagy legalábbis nem csak kellene, hanem kell az RMDSZ-szel szemben, vagy legalábbis a magyar kisebbséggel szemben. Melyek lennének azok az elvárások, például, hogy feltételek, amelyek az RMDSZ kormányra lépésével egyben megszülettek? Mondok két nagy területet. Az egyik ugye a kisebbségi jogok esetén a nyelvhasználatnak a bővítése. Mert egy dolog, hogy mondjuk Gyergyóalfaluban mindenki magyarul beszél, és bemegyünk az önkormányzathoz, minden magyarul intéződik, vagy elmegyünk a iskolába természetszerűen, hogy nincsen probléma a magyar oktatással, de vannak olyan régiók, ahol igenis meg kell küzdeni minden egyes kétnyelvű tábláért. Meg kell küzdeni azért, hogy az ügyfélszolgálat legyen magyar nyelven is, mert engedélyezett. Meg kell küzdeni azért, hogy elinduljon olyan iskolai osztály, ahol a törvényes létszám alatt van a gyermekeknek, a magyar gyermekeknek a száma, mert van egy olyan kitétel a törvényben, hogy igenis a kisebbségi osztályok el tudnak indulni. Meg kell küzdeni azért kisebbségi téren, Bukarestben és a kormányban, hogy egyáltalán elismerjék, hogy létezik Székelyföld, mert nagyon jól tudjuk, sajnos sok román politikus úgy beszél Székelyföldről, hogy az úgynevezett Székelyföld, tehát hogy el sem ismerik, hogy létezik ilyen, hogy Székelyföld. Azt persze, hogy létezik barcaság, nagyon szeretjük, hogy Olténia, Dobrudzsa, a hagyományos történelmi román régiók, Máramaros, Bánság, de Székelyföld nem. Tehát igenis az ilyen dolgokat el kell fogadtassuk, és persze ez olyan dolgokkal jár, mint a Magyar Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemnek a helyzetének, a magyar nyelvű oktatásnak a rendezése, és számos ilyen úgymond magyar vonatkozású cél, amit igenis kis lépésekkel, mert nem lehet sajnos áttörést elérni ebben az országban. Minden, ami le van írva a törvényekbe, és számunkra kedvező, azt
alkalmazzák, mert nagyon szép törvényeink vannak, de az alkalmazás, az elmélet és a gyakorlat az nagyon sokszor sajnos nagyon messze van. És másrészt pedig bővíteni kell a kisebbségi jogokat. Igenis, le fogjuk tenni a területi autonómiájára vonatkozó törvényt. Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó törvényt elkészítettük. A Magyar Polgári Pártnak már átadtuk, hiszen nemrég aláírtunk egy stratégiai partnerséget hosszú távra. Közösen fogjuk kialakítani azt a változatát, amit aztán közvitára fogunk bocsátani. Minden magyar ember, minden székely ember elmondhatja erről a törvényről a véleményét, és be fogjuk nyújtani a parlamentbe. Tudom, hogy nincs nagy esély ennek az elfogadtatására. De igenis, így fogjuk tudni előbb vagy utóbb elérni, hogy addig, mint megyünk a falnak ebben a kérdésben is, ameddig áttörjük azt a falat. A másik nagy terület, ugye az volt, hogy mit kérünk a kormányban. Ezek a kisebbségi jogok. A másik nagyon nagy csomag az a decentralizáció. Decentralizáció gyakorlatilag arról szól, szép magyar nyelven, hogy ne Bukarestbe valami nagy okosok döntsék el, hogy mi jó Alfaluban, hanem az alfalusi emberek döntsék el. A minél több hatáskört adjunk a helyi önkormányzatnak, a helyi embereknek, minél több forrást rendeljünk melléje, mert most arról szól, hogy na most akkor eldöntjük, hogy melyik utat aszfaltozzuk le mondjuk Bukarestben, vagy mire adunk pénzt. Nem, adjátok ide a pénzt, adjátok ide a döntési hatalmat, a döntési hatáskört, mert az itteni emberek jobban tudják, hogy most éppen mi a prioritás, vagy mibe kéne befektetni. Tehát a decentralizációt fogjuk erőltetni, minden olyan hatáskört, amit el lehet venni Bukaresttől, és rá lehet bízni a Hargita megyei önkormányzatra, vagy a helyi települési önkormányzatokra, azt igenis adják át. Legyen az egészségügy, legyen az oktatásügy, legyen az szociális kérdések, legyen az bármi. Hatáskör és forrás. Vegyük el Bukaresttől, és adjuk oda a helyieknek. Ez egy másik nagyon nagy csomag, amin mi dolgozunk, és ne felejtsük el, hogy két olyan nagy terület van, ahol az elmúlt időszakban, elmúlt években volt decentralizáció, az egyik az oktatás, a másik az egészségügy, és ez abban az időszakban volt, amikor az egészségügyi minisztert az RMDSZ adta, az oktatást pedig miniszterelnök helyettesként az RMDSZ akkori elnöke ügyelte fel azt a területet. Tehát igenis, itt nagyon nagy kihívás vár ránk, és az RMDSZ-nek az egykori elnöke azt mondotta egyszer, hogy addig kell ott legyünk Bukarestben, amikor már nem fontos ott lenni Bukarestben. Éppen arra gondolt, hogy minden hatáskört vegyünk el Bukaresttől, adjuk oda a régióknak, adjuk oda a megyéknek, adjuk oda a településeknek, hogy az lenne egy ideális állapot, ez még nagyon messze van, hogy teljesen mindegy, hogy mit döntenek Bukarestben, mi úgyis meg tudjuk oldani itthon a saját választottjainkon keresztül a problémáink. Értem, hát tulajdonképpen itt nem szeretnék itt a feltételek keretén belül részletekbe bocsátkozni, de azért van mégis egy olyan példa, ami elég sokaknak ugye az érdeklődési körében ott mozog, és történetesen a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti és Orvosi Egyetem. Ott vérforraló, ami ott történik. Van egy oktatási törvény, amit egyszerűen nem akar alkalmazni a kétharmados többségű egyetem vezetőség. Ugyanazt a törvényt alkalmazták a Bábesbolya Egyetemen, ugyanazt a törvényt alkalmazták a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, és az Orvos és Gyógyszerészeti Egyetemen nem akarják alkalmazni. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy van egy kétharmados többség, román többség az egyetem vezetőségében, és a fejük szerint döntenek mindent. Arra hivatkoznak, hogy az egyetemeknek autonómiája van, igazuk van, az egyetemeknek autonómiája van, de a törvényen nem léphetnek át. És akkor húzódik ez az egész cirkusz, politikai ügy van csinálva egy egyszerű törvényalkalmazási kérdésből. És azzal próbálnak minket vigasztalni, hogy hát a magyar egyetemisták úgyis magyarul tanulnak, tehát ami igaz, tényleg anyanyelvükön tanulnak az orvosin és a gyógyszerészetén. A baj az, hogy ne a román többség döntse el, hogy kit alkalmaznak magyar oktatót, hanem a magyar vezetőség döntsön erről. Ne a román többség döntse el, hogy a magyar vonal a költségvetésével hogy sáfárkodik. Ne a román többség döntse el, hogy nekünk magyar vonalnak milyen kutatási programjaink vannak, vagy milyen nemzetközi kapcsolataink vannak, milyen cserediák kapcsolatokba akarunk belépni. Mert azt mondják, hogy
hogy hát fiúk, igen, akkor most megengedünk, hogy alkalmazatok ti is egy magyar egyetemi asszisztenst. Nem, nem kell ti megengedjétek, ti román többség. Ez nekünk a jogunk, mert a törvényben le van írva, hogy igenis párhuzamosan működik a román és a magyar vonal. Ennek a kérdésnek a rendezése szerepel a kormányprogramban, benne van, beírta az RMDS. És ezt addig fogjuk erőltetni, ameddig el fogjuk kérni. Én nem tudok határidőt mondani, mert ezzel a kétharmados többséggel kell sajnos együtt dolgozzunk, hogyha egy kormányhatározattal meg lehetne oldani, holnap már meg lenne oldva. Illetve ne felejtsük el, hogy az Ungureanu kormány, ha nem tévedek, 2012-ben éppen azért bukott meg, mert megoldotta az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet. Tehát, hogy igenis, ezt nem fogjuk feladni, egyik prioritásunk, és nem kérünk csodát, hanem azt kérjük, hogy alkalmazzák azt a törvényt, amit Kolozsváron már lehetett alkalmazni a Bábes-Bolyai Egyetemen. Szabad egy kérdést? Persze, sőt, bárki... Van még úgy bő két év kormányzás, hogyha minden megy és szépen megy. Ez alatt a két év alatt sorra kerülhet-e a régiósítás Romániában, és hogyha igen, akkor mi lesz az RMDS álláspontjában? Nagyon jó kérdés, és örvendek, hogy erre kitértünk, mert egyik prioritás szám, egyik legnagyobb veszély a magyar közösség számára, hogy egy olyan régiósítást hajtanak végre az országban, hogy beolvasztanak minket a nagy többségbe, és a választott testületeink, önkormányzatok, legyen az helyi vagy megyei önkormányzatok, elveszítenek a hatáskörükből, és a régiók lesznek erősebbek, azok a régiók, ahol a magyar képviselet gyengébb lesz, alacsonyabb arányban jelenik meg. Most itt a régiós kérdés azért komplikált, vagy azért is kicsit átláthatatlan, mert két típusú régióról beszélünk. Az egyik, ami most is van, a Romániában van 8 gazdasági fejlesztési régió, gyakorlatilag ezek azért jöttek létre, hogy az Európai Uniós támogatások ezeknek a szűrőjén keresztül jusson, jöjjön el, tehát hogy ezeken keresztül jöjjön el helyi szintre. Na most ezek a gazdasági fejlesztési régiók csődöt mondottak Romániában. Azért nem fejlődik Románia, azért tudta elkölteni alig több mint 20%-át a számára leosztott Európai Uniós támogatásoknak, mert ezek túl nagyok, ezek a régiók. Romániában 8 ilyen régió van, mi azt mondjuk, RMDS azt mondjuk, és erre törvényünk is van, hogy 16 régió kéne legyen, és az egyik ilyen régió Székelyföld, Hargita, Kovászna és Maros megye. Egy másik ilyen régió a Partium, Bihar, Szatmár és Szilágy megye. Magyarok érdeke szempontjából ez lenne a legjobb, de a magyar érdek itt megfelel a gazdasági érdekkel, hogy fejlődjenek a települések, hogy fejlődjön egész Románia, Bukovina is, Olténia is, mindegyik régiója. Most ezek a gazdasági fejlesztési régiók, ezek kötelezően kell legyenek, ez egy Európai Uniós előírás. Itt ezen a vonalon mi azt kérjük, hogy legyenek kisebbek, legyen több ezekből. A másik és az igazi veszély ebben rejlik, és ezt próbáltuk mi megakadályozni, hogy közigazgatási hatáskörökkel rendelkező régiók jöjjenek létre. Ami magyarán azt jelenteni, hogy kevesebb hatalma lenne az alfalusi polgármesternek, kevesebb hatalma lenne az alfalusi helyi tanácsnak, mert elveszik a hatáskört, és odaadják a régiónak. Vagy a Hargita megyei tanácstól elveszik a hatáskört, és odaadják a régiónak, aminek esetleg a központja éppen Gyulafehérváron van, mert ez az egyik elképzelés, hogy a Székelyföld, ugye, ebből a szempontból is Gyulafehérvárhoz tartozzon. Na most teszem fel én a kérdést, hogy amikor egy székelyföldi vállalkozó ügyet akar intézni, akkor hogy fog az kinézni, el kell menjen Gyulafehérvárra ügyet intézni? Vagy honnan fogják ott tudni, hogy éppen itt helyi szinten milyen igények vannak? Tehát, hogy ezt teljes erővel meg akarjuk akadályozni. Én úgy látom, hogy ebben az esetben, ebben a pillanatban most van erőnk arra, hogy ezt befékezzük, hogy ne hagyjuk, hogy ezt végrehajtsák. Én azt látom, hogy a következő két évben, két és fél évben régiós kérdésben nem lesz semmiféle módosulás. Értem, köszönöm. Igen. Valakinek más kérdése? Hát mielőtt kérdést tennék fel a főtitkár úrhoz, bevezetőként el szeretném mondani, hogy idestova 25 éve, két és fél évtizede mindjárt, hogy az RMDS az Erdély Magyarság érdekképviselete, és én Gyergyó-Alfa-Borzon településnek 20 évet, két évtizedet voltam a RMDS elnöke,
azóta így késő szemlélője vagyok a politikai eseményeknek, és azt tettem észre, hogy az RMDSZ, ez a kérdés mindjárt bele lesz foglalva, hogy a kérdésem ön iránt, hogy az RMDSZ 2,5 évtized alatt a román pártokhoz viszonyítva, a magyarországi pártokhoz viszonyítva, hadd soroljak olyant, mint az MDF, MIF, gazda, kis gazdapárt, eltűntek, felmozsolódtak. Az RMDSZ meg tudott maradni, fent tudott maradni. Tapasztaltam azt is, hogy az erős ellen szélben a többségi hatalmi kormány gáncsolása ellenére, ugye mi mindig harcoltunk az alapvető jogainkért, a nyelv használat, a önrendelkezés, autonómia, stb. Szimbólunk, a székely szimbólumaink, meg minden, és eljuttunk arra a pontra, hogy most kormányon van az RMDSZ, és sőt, azt is tapasztalom, hogy az utóbbi időben, 2008-ban egy jelenség jött be az Erdély Magyarság életébe, hogy az RMDSZ mellett megalakult a Polgári Párt, Erdély Magyar Néppárt. Történtek bizonyos külön-külön mindegyik pártnak voltak esélyei az önkormányzati választása, nem értek el a parlamenti választása, de ott volt esélyük a választók előtt bizonyítani. Most hallom a múlt héten, pénteken, Kolozsváron, Polgári Párttól hosszú távú stratégiát kötött az RMDSZ. Az Erdély Magyar Néppárttól még nem tudom. A kérdés ezek után az, hogy miért kell azért most is rászavazni az RMDSZ-re? Annyira még bíznak a választók, hisznek abban, hogy csak összefogással, vagy csak ezzel lehet bizonyos jogainkat érvényesíteni, hogyha összetartozunk és nem széthullunk. És az elkövetkezőkben is a fémjelzett RMDSZ-nek a hosszú távon még az, ezek szerint én, hogy látom, akkor van jövője. A 2,5 évtized után is, a bomlasztás után megjelenik egy egység, mert ezt úgy nevezem, hogy egy egység, ha az RMDSZ egy polgári párt, amely külön pártú, kötött egy hosszú távú stratégiát. Kérdésem mellett az is, hogy miért kell szavazni, hogy mi az oka, figyelem, hogy a Polgári Párt annyira engedett, hogy az RMDSZ EU parlamenti választás harmadik helyére sem tartott igényt. Talán igényt fog tartani hosszú távon a 2016-os parlamenti, román parlamenti választáskor. Van egy ilyen egyesség, a megállapodtak, mert nekem csodám az, hogy ha már egyességet köttek, akkor valamit elvárt volna a Polgári Párt is, hogy az ő pártja érdekébe szólaljon Brüsszelbe föl, ha bejut a harmadik helyen egy polgári pártos képviselő. Köszönöm. Hú, hát akkor reggelig erre a kérdésre, vagy erre a kérdés csomagra tudnék most válaszolni, de megpróbálok rövidenben. Ugyanúgy egy politikus nem tud röviden beszélni, de ezért fogalmaztam úgy, hogy rövidebben megpróbálok válaszolni. Ugye onnan indította, hogy az RMDSZ 25 éve még mindig lábon áll, a román és a romániai és a magyarországi pártok jöttek-mentek, létrejöttek, megszűntek, összevonódtak, megváltoztatták a nevüket, jobboldaliból baloldaliak lettek, baloldaliból jobboldaliak, tehát egy teljes összevisszaság van. Az RMDSZ az erejét abban látom én két dologban. Az egyik, hogy soha nem volt zsarolható. Tehát soha egyetlen egy román párt sem, vagy egyetlen egy magyarországi kormánypárt sem tudta megmondani az RMDSZ-nek, hogy mit kell csináljon. Az RMDSZ-t egyetlen egy közösség tudta zsarolni idézőjelben, azok a magyar emberek voltak. És minden választásról választásra bizalmat kapott az RMDSZ, tehát hogy igen, az az irány, nagyon sok rossz dologgal, vagy nagyon sok hibával, amit az RMDSZ elvétett, és erről is nyíltan kell beszéljünk, de még mindig az RMDSZ-re bízzák a magyar emberek a képviseletet. És egyetlen egy román párt sincsen, vagy román politikus sincsen a Romániában, és soha nem is volt, amelyik elő tud írni az RMDSZ-nek egy irányt. Nem. Az RMDSZ-nek az irányt csak is a magyar emberek tudják előírni. És ettől erős az RMDSZ. Ez az egyik, amiért erős. A másik az, hogy igenis mi vagyunk az egyedül olyan politikai szervezet a Kárpát-medencében, aki 1989. decemberre óta a nevét nem változtatta meg, az ideológiáját nem változtatta meg, a céljait nem változtatta meg. A céljaink abban változtak, hogy amiket elértünk, azok már
lekerültek a napirendről. De a távlati céljai, az autonómia irányába vezető lépések, azok mindig előre voltak, és mindig tudtuk, hogy hova akarunk elérni. Ez a, ami a 25, az elmúlt 25 évet illeti. Ami, hogy miért kell az RMDSZ-re szavazni, ugye május 25-én európai parlamenti választások vannak. Én úgy gondolom, hogy az RMDSZ-nek az a feladata, hogy a magyar embereknek a biztonságáért dolgozzon. És biztonság ebben a szempontban, a választások szempontjából és a képviselet szempontjából két dolgot jelent. Az egyik jogokat, kisebbségi jogokat, hogy mi magyarként biztosan tudjunk élni, és érezzük, hogy van valaki, aki vigyáz ránk. És vannak olyan törvények, amelyek vigyáznak a mi jogainkra. A másik pedig, hogy jobban lehessen élni. Mert akkor tudunk biztonságban lenni, hogyha tudjuk, kiszámítható a munkahelyünk, van egy biztonságos megélhetőségünk, tudjuk, hogy a gyerekeink, unokáink tudnak tanulni, tudnak fejlődni, alkalmazásba kerülnek. És az Európai Parlamentben ezen kell mi dolgozzunk. Az egyik jelenleg sajnos az Európai Parlament nem foglalkozik az őshonos nemzeti kisebbségekkel. Őket nem érdek. Az Európai Unió formailag minket úgy tekint, mint románokat. Román állampolgárok vagytok, akkor románok vagytok. És vannak Európában nagy államok, például Franciaország, amelyek egyszerűen nem ismeri el, hogy aki Franciaországban él, az francia. És a viszontlátásra teljesen mindegy, hogy honnan költözött oda, másnap francia lett. Na most ezt a farat le kell döntenünk. Az Európai Néppártban az a pártcsoport, amelynek az RMDSZ a tagja, a Fidesszel együtt, sikerült a falat lebontanunk, mert az Európai Néppárt programjában az RMDSZ harcolta ki, hogy bekerült az, hogy igenis az őshonos nemzeti kisebbségekre, a romániai magyarokra, a székelyekre oda kell figyelni, és európai szintről kell megoldani a problémáikat. Nem szabad Bukarestre hagyni ezt a kérdést, hanem Európai Uniós előírásokkal oldjuk meg a magyaroknak a problémáját, az autonómia kérdését, ha úgy tetszik. Na most, ha a néppártban, a pártcsoportunkon belül, a jobboldali pártcsoportunkon belül ezt el tudtuk érni, hogy elfogadják. Következő lépés az, hogy teljes Európa szintjén, az Európai Parlament szintjén ezt megoldjuk. Ezért kell az RMDSZ-re szavazni az egyik csomagként, mert ez biztonságot jelent nekünk. A másik, hogy hihetetlenül nagy fejlesztési támogatások, pénzek, európai pénzek várnak Romániára 2014-től 2020-ig. És ebből a pénzből igenis el kell hozni Székelyföldre is, el kell hozni a Gyergyőmedencébe, el kell hozni Alfaluba a lehető legtöbb támogatás. Mert hogyha jön európai támogatás, akkor van több munkahely, akkor fejlődnek a vállalkozások, alkalmaznak embereket, meg lehet növelni a fizetéseket, adóznak ezek után az európai pénzek után is, ezek itt helyben maradnak ezek az adók. Tehát minél több pénzt kell idehozni. Ez a másik nagy csomag, amiért az RMDSZ-re kell szavazni május 25-én. És akkor a harmadik kérdés, amiről ön beszélt, a Magyar Polgári Párttal a hosszú távú stratégiai együttműködés, az úgy nem igaz, hogy ön megfogalmazta, hogy az MPP nem kért semmit. Mert ez a megállapodás, ez nyilvános, elküldtük a médiának is, meg az RMDSZ honlapjára is feltöltöttük. Először is, ami a harmadik helyet illeti, ők azt javasolták, hogy Böjte Csaba atya legyen a harmadik helyen, és gondolkozás nélkül az RMDSZ azt mondta, hogy nagyon jó ötlet. Kelemen Hunor szövetségi elnök úr beszélt két ízben is Böjte atyával. Böjte Csaba atya döntése értelmében nem került fel a listára, azt mondta, hogy rá nagyobb szükség van itthon, azonban teljes mértékben tudja támogatni az RMDSZ-nek a választási listáját, és teljes mértékben oda fog állni a kampányunkba. És március 29-én országos kampánynyitót tartunk Székelyudvarhelyen, ahol Böjte atya is fel fog szólalni, tehát nem csak tehát a személyével és az üzeneteivel is támogatja ezt a listát. Erre a Magyar Polgári Párt azt mondta, hogy amennyiben Böjte atya, akit ők támogattak volna, a lista mögé áll, és a listát nyomja előre, akkor ők is el tudják fogadni azt, hogy ezt a listát támogatniuk kell. És azon kívül a megállapodásban szerepel az, hogy közösen fogjuk kidolgozni a választási programunkat, létrehozunk egy közös munkabizottságot, mint ahogy az előbb mondottam, a területi autonómia törvénynek a kidolgozásáról. Benne van az, hogy mi támogatjuk őket, hogy az európai fórumokon megjelenjenek, illetve benne van az is, hogy a 2016-os önkormányzati választásokon
ahol úgy ítéljük meg, hogy versenyezni kell, ott versenyezünk, ahol a magyar képviselet nincsen veszélyben, ahol pedig együttműködésre vagyunk ítélve, ott kialakítunk egy közös jelöltet, és azt támogatjuk. Tehát én úgy gondolom, hogy a Magyar Polgári Párt is, az RMDSZ is, és ezáltal a magyar közösség is kizárólag nyerni tud ebből a hosszú távú stratégiai együttműködésből. Tetszett mondani, hogy az Unió nem érdekli a kisebbség helyzete. Én úgy érzem, hogy a 24. órában van. Mert ha határon átnézzünk, akkor puskaporos a levegő. Amikor Kijevbe azt mondta a nemzetkormány, hogy eltörli a kisebbségi törvényt Ukrajnába, annak 48 órája volt, és az orosz hatalom Putyint felhatalmazta, hogy vonuljon be a Krímfélszigetre. Aztán onnan már lehet még más olyan dolgot is hallani, hogy mi történik Olaszországban, ugye, meg Venezuela, meg Spanyolország környékén. Hogy én azt mondom, hogy 24. órában van, mert ezt nem lehet elkerülni. Tehát az, hogy a kisebbség elfoglalkozni, ne legyen annak saját autonómiája, kulturális nyelv, stb. Minden magába foglalva, ez nagy hiba. Szerintem rá fognak jönni. Igaza van önnek, de nézzük meg, mi történt a volt Jugoszláviában, Koszovó. Hát véres háborúk voltak, és a Krímfélszigeten is nagyon közel állnak a háborúhoz. Igen. És ez a másik, ez a magyar közösségnek az óriási felelőssége, hogy soha nem volt olyan elképzelés, hogy igenis akkor most a szélsőséges eszközökhez kell nyúlni, amikor Romániában kisebbségi jogokért küzdünk. Hanem igenis mindig a tárgyalóasztalnál, a politika eszközeivel, és nem ilyen jellegű szélsőséges elemekkel, és ez a magyar közösségnek, és ezáltal az RMDSZ-nek is óriási felelőssége volt, hogy ezt a stabilitást meg tudta tartani. Köszönöm. Ha már eljutottunk az Európai Unió kérdéséhez, azt szeretném kérdezni, hogy a főtitkár úr hogy látja, miért jó az nekünk? Mik az előnyei, vagy esetleg mik a hátrányai? A hátrányait az emberek minden nap látják. Én úgy gondolom, hogy igen, lehetne hátrányról beszélni a mindennapi életünkben, hogy a tejet nem tudjuk úgy eladni, ahogy azelőtt, meg számos más ilyen probléma van. Azonban még mindig sokkal több a pozitívum, sokkal több az előny. Hogyha csak például a földalapú támogatást említem, az kiszámítható településre bontva, hogy mennyi euró jutott, mennyi pénz jutott az embereknek a zsebébe, és az kizárólag azért van, mert Románia az Európai Uniónak a tagja. És ez az egyik, ez a földalapú támogatás az egyik olyan pozitívum, amit igenis mindig el kell mondanunk, mert nem csak szép elméletek és szép mesék, hanem igenis konkrétan az emberek zsebébe kerül a pénz. Tudom, hogy akadózik a kifizetés, tudom, hogy az összeg nem minden esetben olyan nagyon nagy, de az elv az jó. Ami a pozitívumoknál még felmerül, rengeteg olyan kérdés van, amit elfelejtünk, hogy az Európai Unióhoz köthető. Emlékezzünk vissza, én még nagyon jól emlékszem, hogy 1990-es évek elején álltunk 24 órát a Borsnál, a határnál, hogy átmenjünk Magyarországra. Ültünk a gyerekként az autóba, a Dacia hátsó ülésén, vártunk egy napot, hogy átmenjünk Magyarországra. Hát most a 24 óra helyett 2 perc 40 másodpercet állunk, hogyha sor van. Mert lehet, hogy még annyit sem, és ugye hamarosan előbb vagy utóbb Románia a schengeni állam lesz, tehát hogy még lassítani sem fog. Lassítani sem kell, majd a határon úgy fogunk átmenni Magyarországra. És ezt elfelejtettük, hogy ez is az Európai Unióval járt. Vagy ugye mindannyiunknak vannak barátai, rokonai külföldön. Régebben külföldi telefonhívás megterhelte a családi kasszát. Most a roaming díjnak a csökkentésével szinte ugyanannyiért beszélünk külfölddel, mint hogyha itthon beszélnénk. Tehát, hogy eurocentekbe kerül egy perc Európában, és ez nagyon-nagyon fontos a kapcsolattartás szempontjából, mindenkinek van akivel beszélnie, és ez megint egy olyan példa, ami pozitívum. És hát természetesen ezek, amik megvoltak, de a célok szempontjából ugye beszéltem arról, hogy biztonságra van szükségünk, kisebbségi jogok területén le kell bontsuk a falakat a 24. órában, ugye? Illetve igenis fejlesztenünk kell Erdélyt, fejlesztenünk kell Székelyföldet, fejlesztenünk kell Alfalut, ha itthoni erőforrásunk nincs elég. Brüsszeli erőforrásoknak a jobb kihasználásával tudunk fejleszteni, igen. Itt csak egy annyit tennék megjegyzésként zárójelben hozzá,
hogy csak az APA-s támogatások által csak Alfaluba és Borzontra befolyt összegek több mint 6 millió eurót tesznek ki. Tehát úgy összességében véve nem egy kis összegről van szó, ugyanakkor... Annyi pénz nincs is. Nincs. Tehát, el sem tudjuk képzelni, hogy mennyi 6 millió euró, és ide jött a település. Így van. Ugyanakkor persze, ha kimegyünk a mezőre, és most újonnan felújított utcák, vagy utakat, mezőutakat nézzük, akkor ott ugyancsak erre a következtetésre jutunk, hogy azt önerőből megvalósítani lehetetlen lett volna, nem csak eddig, hanem ezen túl is. Tehát... Igen, vagy a másik példa, és ezeket el kell mondanunk, igen, és nagyon jó, hogy feltette ezt a kérdést, hogy külföldön való tanulási lehetőség. Ugye régebb egy álom volt, hogy egy egyetemista elmenjen fél évre, egy évre külföldre tanulni. Most van ösztöndíj. Az Európai Unió ad a fiataloknak ösztöndíjat, hogy tanuljanak külföldön. És utána jöjjenek haza, persze nagyon fontos, hogy jöjjenek haza, azt a tudást, amit ott megszereztek, vagy ha kimennek dolgozni, néhány évet lehúznak, reggeltől estig dolgoznak, akkor azt a pénzt, amit megszereztek, jöjjenek haza, és kamatoztassák itthon. És nagyon fontos ez is a fiataloknak, hogy egy fél évet, egy évet kint tanulni, hát óriási élmény, bárhova Európába el lehet menni, tanulni, és az oklevél, tehát azt itthon beszámolják a tanulási időszakban. Ez nagyon fontos fiataloknak, ez nagyon-nagyon fontos. Igen, most akkor én is üdvözlöm a főtitkár urat. Én azzal kezdeném, hogy EMNP-s révén, ha jól tudom, akkor az EMNP-vel nem kötött az RMDS ilyen szintű politikai egyességet, egyezményt, de az én olvasatomban az, hogy az EMNP nem indul a választásokon, ez is egy típusú egyességnek, egy típusú belátásnak tekinthető be, hiszen belátta úgymond ez a három magyar erdélyi szervezet, magyar szervezet, hogy nincsen helye bizonyos esetekben a csatározásoknak, nincsen helye olyan esetekben, amikor ténylegesen kockára tehetjük a képviseletünket. Itt felhívnám a kedves tévénézők figyelmét, hogy hiába is keresnék, tehát EMNP lista így külön nem lesz az Európa-parlamenti választásokon, és most nem mindenki a belátása szerint szavazzon, hanem ténylegesen magyar jelölteket támogasson majd a választásokon. Itt én egy picit megkérném a főtitkár urat, hogy tájékoztasson minket, hogy konkrét lépésekben az RMDS képviselői az elmúlt időszakban az Európa-parlamentben miért küzdöttek? Tehát kik voltak ők egyáltalán? Mert ez is egy olyan kérdés, amiről már itt a műsor előtt is beszéltünk, hogy szinte nem is ismerjük őket. Esetlegesen kik a jelöltei az RMDS-nek? Említettük azt, hogy az Európa-parlamentben nem igazán ismernek el minket úgy, mint magyarok Romániában. Ez mennyire van célul tűzve az elkövetkezendő ciklusban az Európa-parlamentben? Tehát ne csak az Európai Néppártban tűzték-e célra, esetlegesen céljuk-e az is, hogy a parlament által elfogadtassák? Hallunk mindenféle jelentéseket, ugye most én gondolok az ilyen Magyarországot bíráló európai bizottsági vizsgálatokról, azok mennyiben érintenek minket? Egy picit, ha beszélne a főtitkár úr. Nehéz kérdéseket tesznek itt fel nekem, és mind olyanokat, amire nem lehet röviden válaszolni, de nem is baj ez. Ami a néppártnak a döntését illeti, hogy nem indul a választásokon, ez egy racionális döntés volt. És ezt elmondta az RMDS a nyilvánosság előtt is. És fontosnak tartjuk azt, hogy a néppártosok is minél többször mondják el, hogy igenis el kell menni szavazni. Nem mondják azt, hogy az RMDS-re, mert azért politikai ellenfelek vagyunk, ha tetszik, hanem de az, hogy menjenek el szavazni, és szavazzanak magyar jelöltre. Ez nagyon fontos. Egy olyan jog, a szavazati jog, amiért emberek meghaltak, ez több ezer ember meghalt 1989-ben. Én úgy gondolom, hogy igenis kell éljünk ezzel a jogunkkal. Ami a jelöltjeinket illeti, az RMDS a folytonosság mellett döntött. Azt mondtuk, hogy azzal a két európai parlamenti képviselővel, akivel eddig rendelkeztünk, őket rangsoroljuk a listánk elejére, Winkler Gyulát,
aki egy gazdasági szakértő Hunyad megyei, a Szorványt is képviseli. Ő van az első helyen, a második helyen pedig Sógor Csaba, ugye ő Hargita megyei lelkész. Ő elsősorban a kisebbségi jogok, az autonómia kérdések területén mozog otthon. És amikor azt mondtuk, hogy folytonosságra szavazunk, akkor éppen azt a bizonyos biztonságot vettük figyelembe, mert azt mondtuk, hogy a biztonságunkhoz, az erdélyi magyarok biztonságához kellene kisebbségi jogok, és kell a gazdasági fejlődés. A két jelöltünk pont ennek a területnek felel meg. Tehát azt is mondhattam volna, hogy egyszer a célokat fogalmaztuk meg, és utána rendeltük mellé a jelölteket. Mert Winkler Gyula egy nagyon jó gazdasági szakember, és az ő elmúlt 5 éves munkája elsősorban ebben merült ki, hogy hazahozza az információt, vállalkozókkal leüljön, vállalkozókat tájékoztassa, vállalkozóknak segítsen abban, hogy hozzáférjenek az Európai Uniós pénzekhez és az Európai Uniós információkhoz. Sógor Csaba pedig a kisebbségi jogok területén dolgozott a legtöbbet, az autonómia kérdésekben dolgozott a legtöbbet, az autonómia, az Európában működő autonómia modelleket próbálta bemutatni itthon is, és próbálta rávenni az Európai Uniót arra, hogy mi magyar emberek, székelyek, nem kérünk semmi mást, csak olyanokat kérünk, ami működik már az Európai Unióban. Létező modellek, ugye Dél-Tirolt szoktuk a legtöbbet emlegetni, ugye Dél-Tirol az Olaszországnak az északi része, ahol németek, osztrákok élnek többségben, és amelyik Olaszországnak a legfejlettebb régiója. Gazdasági szempontból ott élnek a legjobban. És akkor miért kell itt nálunk azzal riogatni, hogy most akkor kiszakítjuk Románia szívéből Székelyföldet? Nem, mi csak azt akarjuk, hogy itt jobban éljenek az emberek, és dönthessenek a saját sorsukról. Ezt jelenti az autonómia, az önrendelkezés. Nem azt, hogy húzunk egy nagy kerítést Székelyföld köré, vagy ásunk egy nagy vizes sáncot, és akkor útlevéllel jönnek be a románok. Nem, erről szó sincsen. Egyszerűen jobban akarnak itthon élni az emberek. Tehát az a célunk, az volt a célunk az elmúlt 5 évben is, és a következő mandátumra is, hogy vigyük el Erdélyt Európába, és képviseljük a magyar érdeket Brüsszelben. Vigyük el Erdélyt Európába, és képviseljük a magyar érdeket Brüsszelben. Ez a legfontosabb célkitűzésünk. 751 néhány tagja van az Európai Parlamentnek, és tudjuk, hogy 2 fecske nem hoz tavaszt. De hogyha az a 2 fecske nincs ott, akkor Európa nem fogja tudni, hogy igenis itt Romániában élnek magyarok. Európa nem fogja tudni azt, hogy él egy közel 1,5 milliós erős magyar közösség Erdélyben, akinek mások a hagyományai, más a történelme, más a nyelve, más a vallása, mások a szokásai. Igenis, ezt mi meg kell mutassuk. És ezt csináltuk, mert elvittük a székelyföldi pityókát, megmutattuk a borvízünket, a táncainkat, a dalainkat, a hagyományainkat, a szószoros értelmében elvittük és megmutattuk Európában, Európának, a parlamenti képviselőknek, hogy figyeljetek ide ránk, figyeljetek erre a közel 1,5 milliós közösségre, mert más igényei vannak, mint a többségnek. És kezdjük szépen lassan elfogadtatni ezeket az álláspontjainkat. Persze, másképp tárgyalunk egy katalán képviselővel, és másképp tárgyalunk egy madridi spanyollal, mert ő ugyan veszélyt lát Katalóniában, mint ahogy esetleg egy román politikus veszélyt lát a Székelyföldben. De kezdjük gyűjteni szépen lassan, lépésről lépésre azt a tábort, aki támogat minket. Aktív, a két európai parlamenti képviselőnk aktívan részt vesz egy úgynevezett, hát a hivatalos neve az, hogy kisebbségi intergrup. Ez a gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden pártból, akik a nemzeti kisebbségek irányával szeretnének valamit tenni, beléphetnek. Teljesen mindegy, hogy jobboldali vagy baloldali, teljesen mindegy, hogy francia, német vagy bulgár, ott vannak és közösen dolgoznak a nemzeti kisebbségekért. Itt az RMDSZ képviselői zászlóvívők. Nagyon fontos elmondani, hogy a magyarországiak rengeteget segítenek. A szocialisták is, a kereszténydemokraták is, a fideszesek is. Tehát, hogy ebben az ügyben nincs kérdés. És hát, hogy ott kell legyünk. Nekünk az a célunk, hogy minél több magyar legyen az Európai Parlamentben. Magyarországról egészen biztos, hogy 22 magyar ember fog bejutni, mert más jelölt nincsen. De az nem mindegy, hogy Romániának ugye van 32 európai parlamenti képviselője. Nem mindegy, hogy 32 román ül ott, vagy 30 román és 2 magyar. Ez már nem mindegy. Vagy Szlovákiából nem mindegy, hogy a magyar közösség pártja bejuttat 2 embert, mint ahogy most is ott van 2 képviselővel, vagy nem juttat be. Tehát, hogy tudjuk növelni az európai
parlamentben azt a számot, amit Magyarország alanyi jogon fog biztosítani, ha május 25-én elmegyünk, és a magyar képviseletre szavazunk, az RMDS-re szavazunk, akkor meg tudjuk pluszolni. Gyakorlatilag reálisan arra van esélyünk, hogy két képviselőt juttassunk be. Azért beszéltem én elsősorban az első két helyről. De egy fél mondatot engedjenek meg a harmadik, negyedik, ötödik helyezetről is. A harmadik helyen Vince Loránd szerepel, Marosvásárhelyi. Neki, ő jelenleg az európai, az RMDS-nek a külügyi titkára. Tehát ő Brüsszelben dolgozik most már 5 éve, és építi a hálózatát, építi a kapcsolatát, építi a szálakat a kisebbségi közösségek iránt. Jelenleg Európában van egy európai szintű szervezet, amelyben majdnem 100 kisebbségi közösségnek a képviselete benne van. Vince Loránd ennek a szervezetnek az alelnöke. Nagyon fontos, hogy egy Európai Uniós kisebbségi szolidaritást ki tudott ő dolgozni az elmúlt, ki tudott alakítani az elmúlt években, és képzeljék el, amikor ez a 100 kisebbségi szervezet egy hangon követeli, hogy igenis békés módon a kisebbségi jogokat Európai Uniós szintről kell kezelni. A negyedik helyezettünk Hegedűs Csilla, ő a kultúrában, kulturális kérdésekben szakértő, örökségvédelemmel foglalkozik, őt az RMDS nőszervezete támogatta. Nagyon fontos, hogy előkelő helyen megjelenjenek a hölgyek, és egy külön hangot, egy külön célt tudjanak ők megfogalmazni. Ötödik helyen pedig egy Hargita megyei fiatalember van, Antal Loránd, őt a Magyar Ifjúsági Értekezlet, tehát az RMDS ifjúsági partnere támogatta. Ő egy sikeres vállalkozó, annak ellenére, hogy 32 éves, igenis egy több sikeres vállalkozása van, zenész, konzervatóriumot végzett, és ő gyakorlatilag a fiatalok hangját próbálja megjeleníteni ebben a választási kampányban, és hát hosszú az 5 éves mandátum, sosem lehet tudni, hogy ha bejutnak ketten, akkor mi lesz belőlük, esetleg összeférhetetlenség, vagy valami mások miatt lemondanak a mandátumukról, és akkor jön a következő, olyan személyeket nevesítettünk harmadik, negyedik, ötödik helyre, amelyik bármelyik pillanatban át tudják venni a stafétabotot. Igen, hát valakinek... Hát annyi szeretnék hozzáfűzni, hogy ahhoz, hogy az erdélyi magyarságnak képviselete legyen Brüsszelbe, ahhoz el kell menni szavazni. És azt tapasztalom, sajnos, hogy ebben a társadalmi romlásban, itt Székelyföldön borzasztóan rányomta a közömbösség, az érdektelenség, a félelem szinte kimerem mondani az embereket. Nyomás alatt tartja. És amíg önmagában nem tudja lebontani mindenki a saját érdektelenségét, félelmét, ne várja el, hogy más segítséget nyújtson. Tehát ránk azért van szükség, hogy ilyen esetben szinte mindegy fegyvert úgy lehet használni, csak nem puskaporost, hanem pecséttel menni, szavazni, küldeni a képviseletet Brüsszelbe, küldeni a parlamentbe, mert ha ezt a különbséget tovább, érdektelenséget én látom, akkor az esélyünk nem nagy arra, hogy az csak egy álom marad, idézőjelben mondom, az autonómia törekvés felé, az önrendelkezés felé, bármi felé. Ennyit szerettem mondani. Hogy el kell menni szavazni, ahhoz, hogy ennek végképp célja legyen, eredményt el tudjunk érni. Így van, de gyakorlatilag, ha feltesszük a kérdést bármelyik alfalusi polgárnak, akarod-e, hogy biztonságban éljél, ami azt jelenti, hogy plusz kisebbségi jogok és gazdasági fejlődés. Akarod-e? Persze, hogy igen. Akkor kérünk 5 percet az életedből május 25-én. Templomozás után, vagy bármikor a nap folyamán, üsd a pecsétet az RMDS-re, üsd a magyar képviseletre a pecsétet, és akkor hozzá tudunk, egy lépéssel közelebb tudunk jutni ahhoz a bizonyos biztonsághoz. 5 perc bárkinek az életéből. Igen, hát az tény, hogy ilyen esetben mindig a belső motiváció, illetve az akarat, az a két tényező, amelyek az embert erre a cselekvésre tudja sarkalni leginkább, vagy tudják sarkalni. De mindezeken túl azt hiszem, hogy nekünk már nem fér bele több ebbe a műsoridőnkbe, így ezért hát nem marad más hátra, mint megköszönni a főtitkár úrnak azt, hogy eljött közénk, velünk szóba állni, és hát kívánjunk együtt az RMDS-nek sok sikert a 25-ei, május 25-ei választáson, és reméljük, hogy nem két, hanem legalább 3 képviselete lesz a magyarságnak Romániából. Igen,
Május 25-én elviszük Erdélyt Európába és a magyar érdekképviseletet Brüsszelbe. Úgy legyen. Úgy köszönöm a meghívást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket magam és munkatársaim nevében. Várom önöket egy hét múlva is a képernyők elé. Tartalmas hetet kívánok önöknek, a viszontlátásra!